A későbbi kiemelkedő pedagógus Gazsi Endre felnőtt élete nem kezdődött könnyen, ugyanis 21 évesen 1945-ben 2 évre hadifogságba esett. Ezután végezte el Szarvason a tanítóképzőt, majd rajztanári diplomát szerzett. Feleségével, Mikja Évával Bánkútra költöztek, ahol kimagosló közösségi munkájával nagy elismerésre tett szert. Gazsi Endre volt a helyi iskola igazgatója, a falu felcsere, kántora, ifjúsági vezetője és a színjátszókör rendezője is. A Bánkúti iskola bezárása után az akkor felépült Békés Csabai 10-es iskolába került. Munkássága mellett leginkább az emberi tulajdonságai miatt emlékeznek meg róla és feleségéről, aki szintén pedagógus volt. Szeverényi Mihály festőművész Gazsi Endre tanítványa volt, a nem mindennapi pedagógus nagy hatása volt egész életére. Átölelt minket a szeretetével, olyan fontos dolgokra tanított, amik örök értékrendhez tartozó dolgok, a tisztaságra, az értelemre, a szívességre, a jóságra, a hűségre, a szeretetre. Fantasztikus volt most délután hallgatni minden hozzászólót, aki pont erről beszélt. Ilyen nagy egyéniség volt ő. Az ünnepségen tiszteletét tette Gazsi Endre mindkét fia, akik nagyon örülnek annak, hogy édesapjuk nevét viseli a Kazinczy Ferenc Általános Iskola rajz szaktanterme. Az, hogy mi a 60-as években mindketten zenélhettünk, úgyhogy gimnazista korunkban mi este eljártunk próbálni a Balasiba, és szombatonként este bálokat játszottunk, szilveszteri bulikat, és ezt ők engedték. Tehát olyan példát adtak nekünk, hogy mi is, nekünk is tudni kellett az, hogy meddig engedhetjük el a gyerekeinket, hol van az a értelmes határ, amikor már tudni kell nemet mondani, és ez egy borzasztó jó. Én magam is a gyerekeimet próbáltam úgy nevelni a példaadással, és mi ezt kaptuk tőlük, ezt a példaadást, ezt tudtuk tőlük megtanulni. Ennek az egész útnak egy nagyon, nagyon, nagyon fontos és méltó ünnepi napja volt ez a mai, amikor ezt az emlékszobát, vagy emléktantermet átadták. Úgy gondoljuk, hogy mivel ők tanárok voltak, tanítók voltak, egy ilyen iskolai emlékszoba, ez méltón megemlékezik róla, és ezt nagyon szépen köszönjük a csabaiaknak, ennek az iskolának. Gazsi Endre munkásságát és emberi erényeit mi sem bizonyítja jobban, hogy halála után 35 évvel még mindig rengetegen emlékeznek rá, és a mai napig mindenki méltatja és elismeri személyét.